köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Több milliárdos fejlesztés indul a Tolnai megyeszéken, bővít az ország legnagyobb sajtüzeme. Munkavállalók jelentkezését várják, zöld felület karbantartókat vesznek fel a szekszárdi polgármesteri hivatalban. Oltással támogatják a rászorulókat, fontos, de drága vakcinát kaphatnak a rászorulók. Új hűtőház Bártaszéken, közel 8 milliárd forint fejlesztési támogatást tudhat magáénak a város. 7,6 milliárd forintos állami támogatást kap a szekszári tejfeldolgozó üzem. A forrásból a gyár bővítése és korszerűsítése valósul meg, ami elengedhetetlen, hiszen a mostani már 30 éves. A beruházás eredményeként évente mintegy 260 millió liter tejből készítenek majd sajtot és egyéb tejtermékeket. 17,5 milliárd forintos fejlesztési projekten dolgoznak a szekszárdi tejipari vállalatnál, aminek az eredményeként megépül Magyarországon Közép-Kelet-Európa legnagyobb félkeménysav gyártóüzeme, mintegy 20 millió kilogrammos éves kapacitással. A tejüzem eddig jellemzően Magyarországon értékesítette a termékeit, de ezzel a fejlesztéssel olyan jelentős előrelépést tudnak tenni, amely lehetővé teszi áruik exportálását a környező országokba is. Koller Attila vezérigazgató elmondta, hogy a technológia korszerűsítése mellett fontos a termelés növelése a munkahelyek megtartásához. A Tolnatáj ZRT egy folyamatos növekedésen esett keresztül az elmúlt időszakban. Míg korábban 3-4 évvel ezelőtt 130 millió liter tejet dolgoztunk fel, ezt követően egy lépcsőugrással 180 millióra ugrottunk fel, ma pedig 260 millió liter tejet dolgozunk fel. Jól látható a növekedés, nagyon dinamikus, és mindezt ugyanannyi 520 fő alkalmazottal oldjuk meg. Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke is jelen volt a szekszárdi üzemlátogatáson, ahol elmondta, hogy az elmúlt évtizedek legnagyobb vidékfejlesztési programja zajlik idehaza, ami azt jelenti, hogy az előző 7 éves tervezési időszaknak mintegy háromszorosa az a pénzmennyiség, amit a kamara elköltett beruházásokra. Magyarország négyszer annyi pénzt ad a gazdálkodóknak, mint amennyi Brüsszelből érkezik. Ez egyébként az adható maximum, tehát ennél az Európai Uniós jogi keretek között több pénzt nem lehet ebbe a programba beforgatni, és mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan kormányzattal tudunk együttműködni, amelyik a lehetőségek teljes arzenáját kihasználva próbál a magyar vidéknek segíteni. A kormány által nyújtott anyagi támogatások lehetővé teszik a korszerű technológiai fejlesztéseket, amelynek köszönhetően versenyképes vállalkozások alakulhatnak, így magasabb bérszínvonalon, de mégis hatékonyan tudnak majd az üzemek termékeket előállítani. 4498 új koronavírus megbetegedést igazoltak csütörtökön idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.779.174 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 88 többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 43.752-re emelkedett. 3.997 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 148-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.392.000-en kaptak. Tolna megyében 86 új fertőzöttet regisztráltak a hét negyedik munkanapján, ezzel 37.845-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Bizonyosan leszállóágba került a koronavírus ötödik hulláma, mondta az országos tisztifőorvos péntek reggel. Müller Cecília közölte, az ötödik hullám csúcsára a negyedik héten ért el Magyarország, azóta folyamatosan javulnak a járványügyi adatok. Hozzátette, a javulás mértéke egyre fokozódik és elég jó ütemben halad. Az új fertőzöttek száma, a kórházban vagy lélegeztetőgépen levők száma csökken, és a szennyvízből vett minták is bíztatóak. Beszélt arról is, hogy Magyarországon is főként a koronavírus omikron variánsa fertőz, de a delta variáns is jelen van. Müller Cecília az ismétli oltások fontosságát hangsúlyozva megegyezte, a vakcinázástól számított negyedik hónap után valamennyi oltóanyag hatékonysága csökken, ezért nagyon fontos lenne, hogy minél többen időben felvegyék a harmadik oltást. Kitért arra, hogy az idősek vagy krónikus betegek fontolják meg az influenza oltás felvételét is, hiszen egyre több megbetegedést okoz ez a vírus is. Közel 20 munkavállaló jelentkezését várják a szekszárdi polgármesteri hivatalban. A jelentkezők a megyei jogú város zöld felületeinek karbantartásáért felelnek majd.
A Városházán külön igazgatóságot is létrehoznak a feladatra. A döntés kapcsán arra számítanak, hogy a korábbinál olcsóbb és hatékonyabb lesz a feladatellátás. 1 millió négyzetméter. Ekkora a Szekszárdon található zöld felület. Ennek a területnek a gondozására keresnek most közel 20 fő munkavállalót a Városházán. A felvételt nyerő munkatársaknak így egész évben biztos megélhetést tud majd nyújtani a Városháza. Mikor ez az úgynevezett szezonalitás lemegy, akkor ez a létszám, ez a téli, tavasz elejé időszakban én azt gondolom, hogy minőségében fog tudni hozzátenni a zöld felület fenntartáshoz. A megfelelő munkakörülmények biztosítása érdekében a polgármesteri hivatal jelentős eszközbeszerzést is kezdeményez. A gépek beszerzésénél is olyan eszközöknek a közbeszerzését kezdeményeznénk, hogy ezek az eszközök ne csak fűnyírók legyenek, tehát ne csak fűnyírásra, hanem adapterek kezelve szinte kommunális gépek lennének, tehát akár a sikosságmentesítésbe, járdatakarításba, lombgyűjtésbe is részt tudjanak venni. Az állásokra jelentkezni postai úton Szekszárd megyéjogú város polgármesteri hivatalának címzett önéletrajzal, vagy pedig a dokumentumot személyesen leadva lehet. Részletes információt pedig a 74-es körzet 504-240-es telefonszámon adnak a Városháza munkatársai. A zöld felület gondozást Szekszárdon eddig külső cég végezte. Most, hogy az önkormányzat veszi át a feladatot, a megyéjogú város vezetői arra számítanak, hogy sokkal jobb minőségű lesz az elvégzett munka. Ez a döntés megvan, bízunk benne, hogy ebből minőségi előrelépés és költség megtakarítás fog megvalósulni. Ez a tervünk, ezt szeretnénk. Gyakorlatilag még szebbé szeretnénk tenni a városunkat, és gyakorlatilag az aktuális feladatokra időbe szeretnénk reagálni. A szekszárdi polgármesteri hivatal munkatársai tehát várják az állásra jelentkezőket. A kormány nem fogja engedni, hogy Magyarországot bárki belesodorja ebbe a háborúba. Közösen elítélték Oroszország háborús lépéseit Ukrajnával szemben, és egységes szankciók bevezetéséről döntöttek, mondta Orbán Viktor péntek hajnalban a brüsszeli uniós csúcs után a hivatalos Facebook oldalán közzétett nyilatkozatában. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a csúcson egyetértettek abban, hogy a háború semmilyen konfliktus helyzetre nem jelenthet megoldást. Ezek a szankciók nem érintik az energia területét, ezért Magyarország és az unió többi tagállamának energiaellátása a szankciók ellenére is biztosítva van. Döntöttünk arról, hogy több pénzt kell fordítani azoknak az országoknak a biztonságára, amelyek szomszédosak Ukrajnával, így Magyarországra is, és több pénzt kell fordítanunk a keleti határvédelemre. Egyetértettünk abban, hogy felelős magatartásra van szükség, elkapkodott és felelőtlen nyilatkozatok csak rontják a helyzetet, és veszélyeztetik az európai emberek biztonságát. Világosá tettem, hogy mi ki fogunk állni Magyarország nemzeti érdekei mellett, és nem fogjuk engedni, hogy Magyarországot bárki belesodorja ebbe a háborúba. Fontos, a tüdőgyulladás súlyos szövődményeit megakadályozó oltásfelvételét támogatja anyagilag idéntől a szekszárdi önkormányzat. A program kezdeményezője Zaják Rita polgármesteri tanácsnok volt. Ő javasolta, hogy a megyéjogú város költségvetésében különítsenek el 1 millió forintot azért, hogy aki rászoruló kedvezményesen kaphassa meg az egyébként több mint 10 000 forintba kerülő készítményt. Az általunk megkérdezett háziorvos üdvözli a döntést. Csütörtökön a szekszárdi közgyűlésen született arról döntés, hogy a megyéjogú város idei költségvetésében 1 millió forintot különítenek el mások mellett azért, hogy olyan rászorulókat támogasson az önkormányzat, akik felvennék a tüdőgyulladás súlyos szövődményeit megakadályozó védőoltást. Az ezzel kapcsolatos módosító javaslatot Zaják Rita polgármesteri tanácsnok nyújtotta be. Nem az egészet fogjuk tudni kifizetni, hanem hozzájárulást fogunk tudni adni, és természetesen olyan szintű rászorultságnál akkor az egész összeg is rendelkezésre állhat. Zaják Rita azt mondja, a következő lépés annak kidolgozása lesz, hogy kik és pontosan milyen alapon kaphatják majd kedvezményesen a vakcinát. Adott esetben képes súlyos lefolyású tüdőgyulladást okozni, középfülgyulladás, sőt az agyhártyákat is meg tudja harapni. Ezeket a betegségeket mind okozhatja a tüdőgyulladás egyik fajtájáért felelős baktérium. Az oltás ezek ellen is véd. Dr. Szabó Gábor háziorvos szerint példaértékű a szekszárdi kezdeményezés. Mint mondja, ez a vakcina a csecsemőknél már kötelező, a felnőtteknek pedig nagyon ajánlott, főleg 50 év felett, vagy ha valaki immunhiányos. Nagyon hatékonynak
tartom, mert amióta adjuk, a saját gyermekorvosi praxisomban elvétve fordult elő tüdőgyulladás, de súlyos lefolyású kórházba, kórházi ellátást igénylő, vagy esetleg fatális kívánatörű betegség nem volt. A vakcina nem olcsó, 15-17 ezer forint, éppen ezért gondolja azt a szakember, hogy sokkal vonzóbb lehet az oltás, ha a szekszárdi önkormányzat pénzzel támogatja a felvételét. Sokan anyagi szempontból nem veszik föl. Tehát ha erre van egy kormányzati központi segítség, akkor elképzelhetőnek tartom, hogy lényegesen több paciens sem fog élni ezzel az oltás lehetőségével, és mindenkinek ajánlom. Zaják Rita javaslatára emellett azt is elfogadták a közgyűlésen, hogy a megyéjugú város iskoláiban az allergiás rohamok kezelésére szolgáló injekciókat is beszereznek. Február 25-ét 2000-ben nyilvánították a kommunizmus áldozatainak emléknapjává, annak apropóján, hogy 1947-ben ezen a napon tartóztatták le koholt vádak alapján a pécsi születési Kovács Bélát, az akkori független kisgazdapárt főtitkárát. Ezen a napon emlékezünk a több tízezer családjától elválasztott és kényszermunkatáborba hurcolt, és a koholt vádak alapján mészárszékre küldött embertársunkra, illetve az ellenállóként mártírhalált halt hősökre. A kommunizmus magyarországi áldozatainak számát 700 ezer és 1 millió fő közé teszik a történészek, sokan közülük Tolna vagy Baranya megyeiek voltak. A következő 7 évben háromszorosára nő Magyarországon az agrárium és az élelmiszeripar fejlesztésére fordítható támogatások összege, mondta Nagy István agrárminiszter Bátaszéken egy baromfihús feldolgozó hűtőházának átadó ünnepségén. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a város és környezete közel 8 milliárd forint fejlesztési támogatást utat magáinak ebben a ciklusban. A Covid-helyzet és az ukrán háború olyan helyzetet teremtett, melynek hatására át kellett gondolni a magyar agrárium és élelmiszerágazat jövőjét, mondta Nagy István agrárminiszter a bátaszéki baromfi feldolgozó hűtőházának átadóján. A jövőt tekintve a terület stratégiai ágazattá vált. Úgy döntött a magyar kormány, hogy a versenyképesség javításunk érdekében, a helyi gazdaság erősítése érdekében, a vidéki megmaradás érdekében megháromszorozza ezt a vidékfejlesztési forrást, amivel a beruházásokat lehet folytatni. Ez számszerűsítve 4265 milliárd forintot jelent a következő hét esztendőben, melynek jelentős hányada már idén lehívható lesz. Bátaszék és térsége jelentős kormányzati támogatásban részesült ebben a ciklusban, mondta Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője. Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, akkor konkrétan Bátaszékre több mint 5 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett, ebből közel 2 milliárd forint az önkormányzathoz, illetve az intézményekhez, és mintegy közel 3 milliárd forint a vállalkozásokhoz, hogyha figyelembe veszük azt, hogy a vállalkozásoknál jellemzően 50%-os támogatás volt, akkor a 3 milliárdszor 2 az 6, meg az önkormányzati, illetve a közszférában 2 az 8. Az elmúlt években 8 milliárd forint fejlesztés valósult meg Bátaszéken. A most átadott hűtőház létrehozását a piaci igényekkel tették életre, hiszen a fogyasztás változása miatt olyan helyzet alakult ki, mely csak így módon volt gazdaságosan kezelhető. A baromfi feldolgozó üzem az ország legnagyobb ilyen profilú cége, mely jelentős szerepet tölt be a város életének mindennapjaiban is, mondta Bozsadik Robert bátaszék polgármestere. Ennek fejében a helyi önkormányzat az elmúlt 27 évben folyamatosan támogatta a céget fejlesztési elképzeléseiben. És lehetőségeinkhez mérten próbáltunk segítséget nyújtani mindig ahhoz, hogy ez a fejlődés ne torpadjon meg, sőt mindig egy lépéssel előre haladva legyen meg a lehetőség arra, hogy minél több munkahelyet tudjon létrehozni, minél több család számára tudjon megilletést adni. A most átadott 800 négyzetméteres hűtőház 468 millió forintba került, és 140 tonna fagyasztott áru tárolására lesz alkalmas. Az ünnepségen bejelentették, a fejlesztés következő szakaszára a kormány 500 millió forint támogatást nyújt. A NAV Tolna megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai 2022. február 28-a és március 4-e között a textil- és ruhaüzleteket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugtai számladást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészlet eredetét. Ellenőrzésekre Szekszárdon, Tolnán, Pakson, Dunaföldváron és Hőgyészen kell számítani. Pakson 2022-ben is megrendezik a Városnapja programsorozatot az Atom téren, ezúttal május 21-én szombaton. Idén is lesz felvonulás, halászléfőzőverseny, valamint színes és színvonalos programok, koncertek várják az érdeklődőket.
Ezek a felvételek a 2021-es szeptemberi Városnapja rendezvény felvonulásán készültek. Idén is lesz Pakson Városnapja, azonban a vírushelyzet levonultával visszatérnek a szervezők a nyár eleji időpontra. Sajnos volt egy év a koronavírus járvány miatt, amikor nem tudtuk megtartani ezt a rendezvényt, de reményeink szerint idén már erre sor tudunk keríteni. Előzetes terveink szerint 2022. május 21-én kerül megrendezésre a Városnapja rendezvény. Az Atomtéren péntek délután a helyi vagy helyi kötődésű zenekarok kapnak lehetőséget a bemutatkozásra, majd szombaton az előző évek tematikáját követve felvonulással kezdődik a nap, de lesz halászléfőző verseny is. Mindkettőre külön-külön kell jelentkezni a résztvevőknek. A színpadon fellépők sora szórakoztatja majd a nagy érdeműt. Művészeti egyesületek, amatőr zenekarok, művészeti csoportok, civil szervezetek és akár cégek is bemutatkozhatnak az általuk igényelt sátrakban, helyszíneken, úgyhogy erre is lehetőség adódik majd a szombati napon. A csoportok, melyek 20 perces fellépő időt kapnak idén is a színpadon, április 8-áig adhatják le jelentkezésüket. A paks.hu honlapon minden információ megtalálható a Városnapjával kapcsolatban, mondta a sajtótájékoztatón Szabó Péter polgármester, mint ahogy azt is, hogy a Csengei Dénes Kulturális Központ parkolójában felállított nagy színpadon meglepetés fellépőre, azaz halott pénzkoncertre számíthatnak az ünneplők. Regionális híreink következnek. Világszínvonalú műtők a Pécsi Idegsebészeti Klinikán közel 1 milliárdos beruházás valósult meg. Minőségi helyi ételek, mézek, szűrő, busz, egészségnapot tartottak a pécsi kertvárosban. Felpörgetnék a turizmust, tovább bővítenék a csisztapusztai fürdőt. Közel 1 milliárd forint értékű műtőfelújítás és műszerbeszerzés valósult meg a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinikáján. A beruházásnak köszönhetően az agyi és gerincbetegségek műtéti ellátása világszínvonalúvá vált, de a sztrókgyanúval érkezők diagnosztizálásában is segít az eszközbeszerzés. Olyan röntgengéppel, amely térben mutatja meg az orvosoknak, hol található az érelzáródás az agyi érrendszerben. Az egyik nagyértékű műszer, ami sikerült beszereznünk, az operációs mikroszkóp. Mondja a Pécsi Idegsebészeti Klinika vezetője a felújított, új eszközökkel felszerelt műtőben. Itt világszínvonalú beavatkozásokat tudnak elvégezni mostantól. Nagy daganatokról beszélünk, akkor olyan éber műtéteket tudunk végezni, a navigációval kombinálva, ahol például a beszédközpontot meg lehet óvni. És a beteg, hogyha a beteg daganata, agydaganata a beszédközponthoz közel helyezkedik el, akkor a műtét után is beszélni fog, és nem sérül a beszédközpont. De a gerincműtéteknél is komoly fejlesztést jelentenek a most beszerzett műszerek. Amikor egy gerinc rögzítése szükség van azért, mert a degeneratív folyamat, az övegedés miatt a gerince a betegnek elkopott, akkor ez kis lukakon keresztül rögzítést tudunk végezni, és egy idős beteg 2-3 nappal a műtét után újra járni tud, menni tud, és a fájdalmai jóval kisebbek. Két műtőt újítottak fel a klinikán kormányzati támogatásból. Első hallásra hihetetlen összegből. A Pécsi Idegsebészeti Klinikán évtizedek óta nem történt 1 milliárdos összegből levonyolított műszer támogatás és fejlesztés. Nagyon örülünk annak, hogy a nagy gazdasági növekedésből egyre többet tud a kormány a gyógyászatra, az egészségügyi infrastruktúra és az egészségügyi bérekre is visszafordítani. Itt Pécset kiemelten fontos ez. Hiszen az egész régióból érkeznek ide betegek, akiket el kell látnia a pécsi klinikáknak, mondja a Baranyai képviselőjelölt. Például olyanok, akiket agyvérzés gyanújával hoznak ide. Az ő gyógyulásukat segítheti az a röntgenberendezés, amely 3D-s képet adva megmutatja a vérrög pontos helyét. A Pécsi Idegsebészeti Klinikán évente 2-3 ezer beteget látnak el. Helyi élelmiszertermelők áruival, Baranya legjobb mézeivel ismerkedhettek az érdeklődők a pécsi kertvárosban csütörtökön.
egészségnapot tartottak, ahol szűrővizsgálatokra is jelentkezhettek az emberek. A terület országgyűlési képviselő jelöltje azt mondta, többek között azért jók az ilyen események, mert megismerkedhetnek azokkal az egészséges ételekkel az ott lakók, amik a környéken készülnek. Kicsit várjál, hogyha elengedem, és akkor szépen visszahozzam magát, látod? Mézet Kóstor ez a kislány a Kertvárosi Pláza parkolójában Pécsen. Egészségnapot tartottak itt csütörtökön. A szűrőbusz mellett helyi termelők hozták el portékáikat, illetve mézkóstoltatást is tartottak. Minőségi mézre próbálunk teljesen ráhangolódni, és minél közelebb kerülni a vásárlóinkhoz, tehát hogy bizalmi kapcsolatot létesíteni velük, mert annál könnyebb a méznek az értékesítése. És úgy vettük észre, hogy teljesen jól működik ez az ágazat. Az emberek egyre jobban rászoknak a fantasztikus, tiszta mézek fogyasztására. A helyi termelőktől közvetlenül a fogyasztóhoz ez a rövid ellátási lánc, amit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is támogat. Ők szervezték meg a mézkóstoltatást. Köszönetet mondott nekik ezért a terület országgyűlési képviselőjelöltje. Azt a missziót mondhatom így, amit most már évek óta folytat, hogy mi városban élő polgárok is, itt Kertvárosban is, megismerhessük az helyben termelt, a megyében termelt és egészséges élelmiszereket. Ez ugyanis az alapja az egészségünknek, az egyik legfontosabb alapja az egészségünknek. A Kertvárosi Egészségnapra is igaz volt ez, hiszen 2021-ben az a Sombereki Virágméz lett Baranya megye méze, amit Rejt Jánosék készítettek és hoztak el most kóstolni a rendezvényre. Tovább bővítenék a Csisztapusztai fürdőt Somogy megyében. A létesítmény a jövőben egy úszómedencére pályázna és a kempinget is korszerűsítené. Ezek a beruházások épp úgy élénkítenék a térség idegen forgalmát, mint a márciusban elkészülő kerékpárút és a ma már egész évben működő balatonfenyvesi kisvasút. Nyaranta régóta nagyon népszerű a csisztai fürdő, a létesítmény azonban néhány év óta már télen is gőzerővel működik, hiszen fűtött helyiségekkel és fedett medencével is várja a kikapcsolódni vágyókat. Szauna is épült az elmúlt években. A forgalmat azonban nem csak ezek a fejlesztések növelik, hanem a balatonfenyvesi kisvasút korszerűsítése is. Én azt gondolom, hogy láthatóan segítségünk volt, sok vendég érkezett vele, ugye Fenyvesről. Nincs más tömegközlekedés ide a fürdőre, úgyhogy ez jelentősen növelte a vendégforgalmunkat. Télen is jár a kis vonat. A jövőben a fürdő újabb fejlesztésekre pályázik. Úszómedencét építenének és a kempinget is felújítanák. A létesítmény mellett pedig már elkészült a Berek látogatóközpont is. Jelenleg a belső kiállítás berendezése folyik, sőt egy régóta várt kerékpárút is megépül a környéken. Ennek szintén a csisztai kisvasútnál van az egyik csomópontja. Buzsák csiszta fürdői kerékpárút itt lesz indulópontja neki. Itt van természetesen találkozási pont ezen a vasútállomáson, ahol a Fonyódi és kerékpárút ideér, a Buzsáki pedig innen indul. Van egy pihenőhely, tisztálkodási lehetőség kerékpárosoknak, és még lesz elhelyezve okospad is tudjon ott tölteni. Ebben a térségben a turizmus fontos bevételi forrás, így az említett beruházásoknak köszönhetően esélyes, hogy a balatoni főszezon előtt és után is élénk lesz a vendégjárás. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Több milliárdos fejlesztés indul a Tolnai megyeszéken, bővít az ország legnagyobb sajtüzeme. Munkavállalók jelentkezését várják, zöld felület karbantartókat vesznek fel a szekszárdi polgármesteri hivatalban. Oltással támogatják a rászorulókat, fontos, de drága vakcinát kaphatnak a rászorulók. Új hűtőház Bátaszéken, közel 8 milliárd forint fejlesztési támogatást tudhat magáénak a város. Szombaton is szeles felhős időre készülhetünk, a legerősebb széllökések akár 65 km/órásak is lehetnek. Elvétve kialakulhat gyenge zápor, éjjel felerősödik az északkeleti szél. Felhős idő lesz jellemzőbb elszórtan, szitálással, átmeneti havas esővel, hószálingózással. Vasárnap is élénk északkeleti szél fog fújni, többnyire napos idő ígérkezik mérsékelt felhősödésekkel csapadék nélkül. Hétfőn gyorsan változó felhőzet és kevés napsütés mellett elszórtan kialakulhatnak záporok. Friss hírekkel legközelebb hétfőn estére jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!